Van egy érdekes szöveg, amelyet Juhász Gábor igazságügyi államtitkár ö, nyilatkozott, odaadom önnek, Igen. ezt külföldön nyilatkozta egy ö, Szlovákiában, a szlovák sajtónak. Nem, a hírszerző.hu jelent meg egész pontosan az ő nyilatkozata, itt a Dunaszerdei magyar verés kapcsán nyilatkozott az államtitkár úr, és ugye nem kevesebbet mondott, mint sem, hogy szervezték a magyar útrák kiutazását, és akkor jön egy idézőres rész, többek között magukat ügyvédnek vagy jogvédőnek nevező személyek, akik gyakran feltűnek a magyar rendőrség körül is. Ugye rákérdez a hírszerző a lapunk utolagos kérdés, hogy a Civil Jogász Bizottságra és a Nemzeti Jogvédelmi Alapítványra gondolt-e, az államtitkár azt mondta, hogy többeket csak zárt ülésen mondhatott volna erről, de ezek a szervezetek azért jóval összetettebbek annál, mint ami a nyilvánosság felé látszik. Tehát e ebben a mondatban azért nagyon sok elfogadhatatlan és felháborító dolog van. Üh, elsőre mindenképpen azt kell visszautasítanunk, hogy bármelyikünknek közel lett volna a esleges szurkolói kiutazáshoz, ami egyébként nem egy jogellenes cselekmény. A másik dolog az, hogy hogy veszi a bátorságot egy államtitkár, aki az igazságügyi rendészeti minisztérium tekintélyét kell, hogy képviselje, hogy ügyvédeket magát ügyvédnek hát Ezek az az szervezet, Üh, így beszélek. van. És a másik az, ami a meg, legmegdöbbentőbb, hogy honnét veszi az információit arról, hogy mi milyen szervezet vagyunk, hanem a nyilvánosság felé tárt adatokból dolgozik, és csak a zárt ülésen nyilatkozhat. Erről várjuk azokat az adatokat államtitkár úrtól, amelyek ezeket a rettenetes szervezettségre utaló jeleket mutatnák, mert ezek szerint hogy mi ebből arra következtetünk, hogy a jogvédőket most már úgy tűnik Magyarországon megfigyelik, mm. és ezt elfogadhatatlanak tartjuk ügyvédként is, jogvédőként is, mm. magyar állampolgárként is.